A polgári demokrácia megerősítésére, az ország jövője és a nemzeti hagyományok iránti elkötelezett polgároknak össze kell fogniuk, hogy szóban és tettben láthatóan képviselhessék a polgári demokrácia alapértékeit, s hogy megvédhessék a tudás, a tehetség, a szorgalom és a tisztesség révén való felemelkedés jogát. Polgárnak lenni nem rang, hanem magatartás. Olyan szellemi és erkölcsi tőke, amely nélkül elképzelhetetlen Magyarország felemelkedése. Olyan kulturális örökség, amelynek vállalása nélkül nem vezet út Európába. Olyan közös talapzat, amely szoros érték és érdekközösséget jelent a legkülönfélébb értelmiségi, vállalkozói, tulajdonosi és munkavállalói rétegek között. Meggyőződésünk, hogy ez az az alap, amelyre Magyarország biztonságos jövője felépíthető. A gondola az egy rendkívül nagy ötlet volt, akárki is találta. Az ötletben az volt, hogy nem lehetett kiszállni, beszállni, hanem 3 óráig ott kellett lenni. Tehát azok, akik csak ilyen 10 percet meg, hogy ide bevágjuk, oda bevágjuk, azok kimaradtak. És végre normálisan tudtunk beszélni. Nemes Kürti tanár úr, a Henrietta, Halányi Ili, Tóth Botond, én, Veszenovszky Zoli, a Lendvai utcában kezdtük el szervezni mázoli késztényekkel, hogy névsor van, írjuk a meghívókat. A gondolák az meg egy kötetlen, nyitott beszélgetés volt, össze lehetett azon kívül, hogy voltak témaelőadók, amik nagyon fontos témák voltak a társadalom építéssel kapcsolatos rendszerint. Ott viszont tudtak az értelmiségiek egymással találkozni, ismerkedni, eszmét cserélni, és ezeken az összejövetel ennek a közösségnek az építése történt. Mondtam, hogy megszilárdult végül is azt gondolom a polgári oldal, és ennek a gondola maga egy olyan építőköve volt, ami könnyed hajózás dunai, de mégis értelmes gondolatok cseréltek gazdát. Abban a kilátástalannak tűlő politikai helyzetben, ami a 94-es választásoknak az eredménye volt, abban volt egy olyan töltet, hogy tulajdonképpen egy csomó embert arra késztetett, hogy átlépje önmaga árnyékát, tehát észrevegye, és ez volt az első kör, első ilyen alkalom, később a polgári körű mozgalom elindulása volt a második, és a kettő között van nagyon szoros szellemi és politikai összefüggés. Voltak ilyen típusú vidéki együttműködési kísérletek a magas parlamenti politizálástól teljesen függetlenül, amik egy alulról jövő nyomást, illetve egy pozitív példát jelentettek azon értelmiségi kör számára, akik miután nem akkor ismertük meg egymást, persze voltak sokan, akikkel életünkben akkor láttuk először egymást, egy ilyen gondolán vagy polgári együttműködés egyesületi összejövetelen. Amikor engem megkeresett Veszelovszky Zoltán, hogy tartunk egy ilyen konferenciát, történetesen egy hajón fogjuk tartani, és akkor elnevezzük ezt gondolának, és akkor elnevezzük polgári gondolának, mert hiszen a polgári gondolatot, eddig is erről beszéltem, akartuk valahogy megjeleníteni. Én akkor ezt nagyon nagy lelkesedéssel fogadtam, ezért is tartottam előadást. Megcsináltuk a nyilatkozatot, azt ott aláírtuk rögtön,
akkor lehetett érezni, hogy valami elindul. Andorka Rudolf tart egy előadást a polgárságról. Tehát ezekben az években az, hogy polgári együttműködés, ez olyan fellengzős dolog volt. Azt mondja, hát ez a múltból származó ez a gondolat, de hogy az Andorka elmagyarázta nekünk, hogy mitől különbözik a polgár a melóstól, vagy a muzsiktól, ugye? Ez egy fantasztikusan jó előadás volt. Tehát igazából az Andorka Rudolf magyarázta el, nem csak nekem, hanem annak a hajúnyi népnek, hogy mivé kellene válnunk nekünk. Tehát amit kitűztünk magunk elé, ez a polgári szellemiség, ez nem valami cím, amit sok ünnepeken kell használni, hanem így kell a mindennapjainkat szervezni. Civil szervezet politizál, ezt nem tagadja, de legalább ilyen fontos, talán ennél fontosabb is az, hogy egy értékvilágot, egy polgári szemléletet akar közvetíteni. Például megpróbálja magyarázni, hogy mi is az a polgár. Én nem tudom, hogy ez sikerült-e, mert ezen mai napig folynak viták. De mindesetre megkíséreltük, hogy mindenki polgár, hogy ez nem az elit, ez nem valamilyen gazdasági, anyagi, társadalmi, kiemelt réteg, szó sincs, ezek nem a nadrágos emberek, ezek az emberek. Általában jövő mindenki polgár, minden magyar polgár. Talán az az egyetlen megkülönböztető jele, hogy hajlandó nem csak a saját sorsáért, hanem a közösségéért is tenni valamit. Így fogalmaztuk meg. Mai napig nem tudok jobb megfogalmazást. Az első polgári gondolán, ezen a dunai sétahajózáson, 95. szeptemberében megszületik a gondolat, hogy létre kell hozni egy egyesületet, amely a középjobbot képviseli, erre tulajdonképpen kész volt a helyzet.